Lelkes gyerekek a jégen, lelkes szülők a lelátón, jó hangulat a jégpályán. A szabolcsi sólymok néhány héten keresztül görkorcsolyás edzéseket végeztek, egy hónapja azonban a fiatalok már felhúzták a rendes korcsolyát, és azóta az Egyesület hokisai igyekeznek a lehető legtöbb időt a jégen tölteni. November 13-ától van jegünk, azóta tudunk jégen készülni, és több tornán vettünk már részt. Az edzések azok úgy folynak, hogy napi három alkalommal van az U8-10, és heti három alkalommal a 12-14 is. Plusz ezt kiemelném, hogy tartunk kori sulit is, minden hétfőn 5 órától 3-4-6-ig, és szerdán ugyanúgy 5 órától 3-4-6-ig, és szeretettel várjuk, akik meg szeretnének tanulni korcsolyázni, meg jégkorongozni, hogyha netán megtetszik nekik ez a sport. A hazai rendezési U8-as tornán a másik nyíregyházi csapatot és két Borsodból érkező együttes látták vendégül a sólymok. A mai tornán a Kazinc Barcika és a DVTK, a nyíregyházi sportcentrum és mi a sólymok. Nagyon jó torna. Most a miénkről beszélek, őket láttam játszani, szépen összjátékot játszanak, adják a passz, kapás lövések, olyanokat csinálnak, amit még edzésen sem. Úgyhogy nagyon jól látni itt a kis gyertkőceket, hogy szaladgálnak a jégen. A tornán a korosztálynak megfelelően egy hatott pályán 3+1-es felállásban játszottak a csapatok. Ugyan U8-as együttesekről van szó, de mindenütt szerepeltek fiatalabb jégkorongozó palánták is. 5 éves kortól tudjuk versenyeztetni a gyerekeket, de van olyan gyerekünk, aki már 3,5 éves kortól a Jégsport Egyesület részeseként vannak, úgyhogy a toborzásokon 3,5 éves kortól várjuk a gyerekeket, és 8 éves korcsoportig tudjuk őket versenyeztetni az U8-as kategóriában, aztán majd fejlődnek az U10-be, 12-be és 14-be. A 2023-as évet a hétvégi U12-es tornával búcsúztatják a szabolcsi sólymok. A tervek szerint március végéig lesz jég a pályán, így addig a lehető legtöbb meccset szeretnék lejátszani a Szabolcsi Jégsport Egyesület korosztályos csapatai.